Sziasztok srácok! José Mourinho vagyok, ez pedig itt a Dying Light következő része. Gyerekek, arra gondoltam, hogy a sztori vonalat is természetesen fogunk vele recsegni, de nézzünk szét egy kicsit a mapon. Szóval a mapon, ugráljunk mint a szöcske rókalába, és nézzük meg, hogy mi a kotta, illetve hogy miket lehet recseg. Gyerekek, mi vagány kemping szecska. Hát úgy hasítanék vele, föltekerném az aszfaltot. Csori 1002-es lada kigyulladt. Hát menjünk erre, nem tudom, hogy mi merre van egyébként. Hasítsunk. Ott már van egy táncos lábú, de mi fölszökkenünk a tetőre. Papi! Hát ebből se lesz zongorista, szegény. Nézd meg, az meg a teraszon várja az igazi szerelmet. Na merre megyünk? Szerintem erre. Alig merek bazeg lemenni a földön, mert jönnek ezek. Ott is van, nézek. Mi van itt? Jövünk erre akkor. Szóval a földön ott nyomulnak ezek a pacalarcúak. Vigyázni kell. Menj már, bazd meg! Egyelőre hatalmas rettegésbe tartanak. Mi vagány jó ki. Én leszek köcsög. Hogy homlokon verte, úristen. Megyünk erre tovább, mert a kerítést összetörtük. A harmadik vágányon tolatást végeznek. Gyerekek, megjöttünk a keletibe. Merre menjünk? Ott egy izé. Sok autó van ott a hídon, azt megnézzük. Ez volt benne a trailerbe, gyerekek. Ez a része a dolognak. Csorik, nézd meg, ott dölöngélnek. Már csak a ritmikus muzik hiányzik alolla. Egy jó lassúzás. Az mindig jót tesz az ember. Bassza meg? Bioritmusának? Mennyi vas hulladék van itt, more? A félcolos cső, gyerekek, a Dying Light Jedi kardja. Én nem hazudok nektek. Ott van valami doboz? Jó. Ezt meg kéne hesszelni. Nézzük meg. Metálpanc. Mindig is vágytam egy metálpancra, meg egy stringre. Hello. Nem lehet becsukni az ajtót, nem? Jó, észrevettek. Mert akkor ordítanak föl, mint a vadvízi tehén. Nézd meg. Már jöttek volna jegyeket, bérleteket kérni. Hát ez a szégyen nem a falán. Ugorjunk át erre, igen. Helós kacok! Ki van a csecsed? Mi a fasz tordítozol? Hát tán a tyúkszemedre léptek. Na gyerekek, itt mi van? Fölbírunk odaugrani? Hát remélem, bazd meg, nem esünk le. Kapaszkodjál, Margit! Helló! Skacok! Látom, jó a buli. Itt is rengeteg az zongorista gyerekek, a félkezű. Ott szoknyás! A párizsi divatot követik, gyerekek. Hát azért nem szarral gurítanak, komolyan mondom. Ez meg ki van gyúrva, mint a vízisikló. Mi, le tudok csúszni? Most szemezünk. Gyere, köcsög, úgy sem ersz. Gyere! Gyerekek, hát ezek nagyon akarnak minket. Azt hittem, hogy leugrik legalább, vagy lezuhan. Kim van a parizer, te vadállat? Hát legyél már tekintettel. Szemérmetlenkedik itt, nézzünk. Hát mindegy, menjünk erre. Valami volt. Ott is egy izé. Hogy ropja. Geci, nem kéne ennyit inni. Takony részegen ott izé szeletel. Hát oda nem ugrunk át, gyerekek, azt tuti. Most azt nem tudom, hogy menjünk arra. Úristen, hogy ordítanak be, ezek kurva hangos. Nyugi, nyugi. Nem bírok felugrani. A kurva életbe. Gyerekek, itt aztán ment a izé. A dara.
Bazd meg... Ilyen izé drót volt. Nem bírtam fölugrani. Ó, itt van az asszony megint. Viselkedj, asszony! Kurva jól néz ki a játék, gyerekek. Iszonyat brutál. És a hangulata is, még a hideg is kirázott az előbb, mikor nem tudtam felugrani, majdnem elsírtam magam, magzatpózba hemperegtem a földön, mint a partra vetett hal, és el voltam keseredve. Gyerekek, ez egy Dacia. Az egy Dacia, geci, vagy egy Fiat. Beszarsz. Milyen kecskék vannak itt. Most azt nem tudom, hogy merre menjünk. Hát egy ilyen zombival elbánni egyébként esélytelen. Meglátásom szerint ott van valami garázs, oda benézünk. Elfutunk odáig. Szöcske rók a lába. Hello. Jó, nincs nálunk metalpanc. Igen, egyébként hát mivel nagyon a játék elején vagyok, ezért blueprinteket kell majd szereznünk, és akkor tudunk raftolni ilyen különböző fegyvereket, és azzal tudunk nyakon verdesni mindenféle bombit. A következő részben megígérem, a sztori vonallal fogunk foglalkozni, de annyira kíváncsi voltam és gondoltam, hogy ti is azok vagytok. Ó, gyerekek! A mapra, hogy milyen az egész játék kinézete, mechanikája, this is good. Nem az a nap, hogy összetör... Ó, gyerekek, a szokorrádió. Ó! Na, menjünk tovább. Úgyhogy már meg fogjuk keresni a doktor Zerét. Mondjuk a Z-t én H-ra cserélném, és sokkal szimpatikusabb lenne a doktor Here. Jó, hát itt nincs senki, úgy látom, menjünk erre. Nagyon durva, ahogy a környezet, fúj a szél, eldől valami. Nagyon keményen meg van csinálva, gyerekek. Igen, hát most itt vagyunk a hídon. Vagy ez nem az a híd, ahol voltunk? Nem úgy tűnik, mindegy, menjünk erre. Hát mi baj lehet? Azta! Hello! Skacok! Várja. Hát ezt nem akartam így egészen. Azért. Ide beszaladunk. Nem, ide nem szaladunk be. Oda se. Takarodj! Pusztolj! Hát úgy érzem, előbb-utóbb azért csak megszopjuk, tehát. Vagy nem? Nagyon a lelkünket akarták. Jó, azért adtunk neki egy nyakast, Csorinak. Közben egyébként az ugrálásoktól és minden ilyesmitől fejlődik a karakter. Igen, hogyha normális ember lennék, nem mennék be oda, illetve hogyha a valóságban lennénk, de mivel ez nem a valóság, ezért bemegyünk. Olyan lassan húzza föl magát. Oh shit! Hello csajok! Dobd le a textilt, rázd a bulád! Szeleteljünk reggelig, hát gondolom ide nem tudnak feljönni. Ó, oh, gyerekek, ott azért valami történt. Kinyitották, mint egy konzervdobozt. Fölszívjuk magunkat, elszaladunk a buszi. Megverjük, még az utolsó is ideér, vagy legalábbis közelebb jön. Jó, ja, fasz, mozog a busz. Nem várjuk meg. Ó, oh, az meg az ablaktető. Vagy a tetőablakon, gyerekek, mint valami raj. Ott izé szeletel. Csápol. Jó, mindjárt szaladunk tovább. Vissza kettő padlógáz, nyugodjatok le, itt kifolyt valami. Ökörhúgy. Azt az meg ott uzsizik. Jó étvágya. Ugorjál, geci. Igen, jobban félek a zombiktól, mint kéne egyébként. De hát ilyen ez a pop szakma. Hú, ott micsoda vacsorázás zajlott. Azt a tevenyerek gyártót. Gyerekek, ez az inhalálóját keresi Csorinak, aszmarohama van. Át tudunk odaugrani vajon? És át, geci. Hát gyönyörű, gyönyörű. Jó,
Következő a kotta, oda beficcenünk, megnézzük mit találunk ott. Ha minden jól megy, hova tudunk ugrani, ott egy kocsi, jó. Figy firigy, sovány malac vágtába, gyerekek, szó szerint itt most tényleg ez a téma. A sovány malac, fölmegyünk ide. Jó, egyelőre úgy látom, hogy nincs senki. Itt nyugi van. Gyerekek, találtunk egy izét. Egy doboz hipót, ez jó lesz majd a slozit fertőtleníteni, miután a sok retek után bemegyek kullantani. Olyan szép lenne, ha ez üres lenne és nem lenne itt zombi. Ó, ez valami Uber raktár. Elég keményen néz ki. Elértük a map szélét, vagy mi a bánatos lehúgyozott sós kifli? Igen, egyébként már csak azt hiányzik a játékból, hogy vezessünk egy kecskét, vagy valamit, tehát autót. Nem hiszem, hogy lehet, illetve gondolom nem. Hiszen ez az ugribugriról szól. Erígy már! Ó! Nézd meg, leszedálták őket. Elrakták télire. Vákumcsomagolt sajtos párizsi gyerekek, ugyanolyan. Menjünk tovább akkor. És ki lehet nyitni? Nem is tudom, hogy reflexzerűen rácuppantam. Kávé, bazd meg. Meg egy string. De amint látjátok, azért odaver a játék. Kurva jól néz ki. Kooperatívban izgalmas lehet. Mindenképp ki fogjuk majd próbálni valahogyan. Gyerekek, dölöngél a... Oh shit! Hát erre tanítottalak, rohadjon rád a cipő. Szégyeld össze magad, gyere ide. Szégyeld. Azt a gyerekek. Az kemény, hogy mutatta a csontvázát. Íh, mik vannak itt? Mi van nálad, Rozi? 16 dodó. Azt a valahol felüvöltöttek keményen. Asszony, fogd vissza magad, tudod, hogy nem lehetsz az enyém. Na, még elbánunk vele. Gyere ide. Nyomjuk hosszan az R-t. Nyomom, bazd meg. Ja, a vea pont javított, geci. Azt hittem, hogy valami kombót nyom. Üssed, geci. Ide jönnek. Beszoptuk. Futás. Geci. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ez a fegyvert javítja, hát én meg azt hittem, hogy most itt Uber kombó lesz, kitépi a szemét, vagy valami. Az egy félcolos csövet nem tudom, hogy javít meg. Érdekes. Ó, oda nem tudunk beugrani. Pedig én be akartam menni a bontóba, mert kéne egy ladafél-tengely. És be is tudunk menni, jó van. Közben kaptunk skillpontot. Gyere ide, kapsz egy nyakast. 20 túljon le a talpad. Csori, hát mennyi ketchup fér ebbe? Zárva. Volt még egy Jancsi gyerek. Hello. Gyerek, kapsz te is. Oh shit. Oh. Hát ez a kemény gyerekek, nem a kád széle. Hát mi vagány busz van itt? Azt nézd meg, kidobták a kukába. Szégyeljék magukat. Srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt az ilyen Das ist Freerun nézelődés. Úgyhogy nagyon meggyőzött a játék, nekem nagyon tetszik, persze a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok. Ha esetleg valakinek megvan még Steamen a játék is, szeretne kooperatívozni, az szóljon, azt akkor csapatunk vele egy karikát, kipróbáljuk, hogy az is milyen. A következő részben azonban már a sztori vonallal fogunk foglalkozni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, Zsozé voltam, Zacsipacsi, Csöcsvihar. Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad.
És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!